Az elsők között alakult meg 1991-ben a Vátaszéki Polgárőrség, így a Tolna megyei egyesület egyidős az országos kezdeményezéssel. Akkor 12 fővel működött az önkéntes csoport, az elmúlt 30 évben ez a 10-szeresére emelkedett. Ez egy különleges és országosan is példaértékű polgárőr egyesület, legalábbis én ezt tapasztalom itt az utóbbi 4-5 évben, amióta különös figyelemmel kísérem az egyesületnek a tevékenységét. Tehát ugye nekem, ami különösen értékes, az, hogy rendkívül jól van szervezve ez az egyesület, nagyon magas a lakossági arányban a szervezettsége. Talán azt is mondhatnám, hogy országosan a településeket illetően itt a legmagasabb, tehát a lakosságnak közel 2%-a az polgárőr, és hát ez egy ideális álom más egyesületek, 2000, további 2000 egyesületnek a számára, és ami különlegessé teszi, az is, hogy a agglomerációval is foglalkozik a Városi Egyesület, tehát ezeket a kisebb településeket bevonták a biztonsági szolgálatba, és azt gondolom, hogy ez a helyes, és ez egy ajánlott forma. És hát ugye az a szolgálati forma, amit ezek ellátnak itt Vátaszéken, hogy az ország egyik legjobb közbiztonságával dicsekedhet a város, ez egy óriási dolog, a polgárőrök ugye jelentősen hozzájárultak, és az a sok közösségi munka, amit egyéb területen végeztek, az pedig szintén lenyűgöző számomra legalábbis. És hát ennek az egyesületnek van egy kiváló vezetése, amelyik remekül szervezi a polgárőrséget, és jó kapcsolatot tart a önkormányzattal, rendőrséggel, rendészeti szervekkel. Azt is mondhatnám, hogy a Vátaszéki Polgárőr Egyesület ideálisan működik, és példaértékű az egész országban. A Vátaszéki Polgárőrség hatékony működéséhez tartozik az is, hogy nagyon jó kapcsolatot ápolnak a rendvédelmi szervekkel, és ennek is megvan az eredménye. Kimutatható, hogy Vátaszéken csökkent a bűnözés. Egy harmadára esett vissza 2010 óta a bűncselekmények száma és a szabálysértések száma is, a tulajdonállami szabálysértések száma is. Tehát ez egy óriási dolog. Nyilván ebben nem csak a polgárőrségnek és a rendőrségnek van szerepe, hanem talán az egyre jobban jogkövető itt élő embereknek is, de azt gondolom, hogy azért a polgárőrség nagyon-nagyon tett az irányba, hogy ez így alakuljon együtt a rendőrséggel, és még más rendészeti szervezetekkel együtt. Én azt gondolom, hogy az a fajta együttműködés, ami a rendőrség és a Vátaszéki Polgárőrség között az elmúlt időszakot jelenti, az példaértékű több más egyesület részére is, mert a közös szolgálatok szervezése, a vátaszéki őrsparancsnokkal történő egyeztetés és reagálás itt az olyan eseményekre, amire a rendészeti szerveknek mozdulni kell, az ismétlen példaértékű. És nem csak az együttműködés példaértékű, hanem hiszen ők önállóan is szinte keresik a munkát. Tudom, hogy rengeteg rendezvényt biztosítanak, legyen a sportrendezvény, kulturális rendezvény. Ez példaértékű az ő munkájuk e vonatkozásban is, azt gondolom. A jubilómi közgyűlésen az egyesület megkapta a polgárőr érdemkereszt aranyfokozatát az Országos Szövetség elnökétől. Ezen kívül több díjat is átadtak a tagoknak. A polgárőrség 91-ben a közbiztonság városon belüli megőrzésére jött létre, fenntartására. Ezt ugye különböző társszerveket történt kapcsolatok, vonódások, együttműködés megállapodások miatt kibővítettük, tehát a klasszikus, még mindig a közbiztonság megóvása, a fő társszervünk ezért a rendőrség. De mi emellett mentőcsoportban dolgozunk, a cikádon mentőcsoport a katasztrófavédelmi tevékenységeket látja el. Hadisírokat gondozunk a honvédelem kötött megállapodás alapján, postást kísérünk, labdarúgó mérkőzést biztosítunk, vátaszéki, városi, egyházi rendezvényeket biztosítunk, ennyi mindent csinálunk. A Vátaszéki Polgárőrség munkája sikertörténet, az alakulástól, a megalapítást, ami 91. februárban történt meg, azóta töretlenül fölfele megyünk, mindig van egy kicsit följebb, mindig van egy kicsikét előrébb, mindig találunk valami új kihívást,
persze a régi társszervi kapcsolatokat megőrizve, és ennek kékes bizonyítéka volt az, hogy a megyei rendvédelmi, rendészeti vezetők magas szinten, vezetői szinten képviseltették magukat. Bátaszéken egy időben ennyi dandártábornok, altábornagy ezredes még nem volt eddig. Tehát ez egy nagy család. Azok a kitüntetések, amik most kiadásra vagy kiosztásra kerültek, és személyemnek is szóltak, én mondtam mindjárt utána, hogy ez nekik szól. Tehát ugye mindig, amikor az egyes számú első vezető díjazzák, az valahol a csapat érdeme, csak hát ugye valakinek oda kell adni, és nem lehet egy csapatnak. Tényleg egy nagy család, sokat vagyunk együtt, ugye főleg rendezvényeken órákat töltünk, ismerjük egymás kisebb és nagyobb gondját és baját is, próbálunk egymásnak segíteni. Egy nagyon jó összetartó közösség van. Mondhatom azért is, mert ugye 10 belépő polgárőrből 9 hosszú évekig itt marad, általában egy, tehát ilyen 10%, ami lekopik, a többi az itt marad, és családként él velünk tovább. Az 5 településen működő önkéntes egyesülethez az elmúlt években egyre több fiatal csatlakozott. Bátaszéken hangsúlyt próbálunk fektetni a fiatalitásba. Ugye az OPS-nél is főkitűzés, hogy fiatalítani kell, de hát ott nem megy ilyen hatékonyan, mint nálunk. Én úgy gondolom, hogy a kirakatban lévő csapat és a mindenki előtt végzett munka hozza meg a kedvet a fiataloknak azok, hogy belépjenek. Tehát, hogyha egy háttérben működő szervezet lennénk, aki keveset halad magáról, lehet, hogy nem lenne ennyire érdekfeszítő, de viszont mi kirakatba helyezzük magunkat, igyekszünk is arra, hogy sokat hallassunk magunkról rajtatok keresztül, írott médián keresztül, Facebookon keresztül, mindenhol megadjuk a lehetőséget arra, hogy rólunk halljanak, és ezt gondolom megugorja azt az inger küszöbet, a fiatalok bejönnének, és ugye a mi fiatal tagjaink az ő baráti körüket hozzák be, tehát ez egy ilyen láncreakció. Sajnos nem olyan intenzitással jönnek, mint hogy szeretnénk, nagyon szeretnénk mondjuk 200 főpolgárt vagy 300-at, de hát azért nem panaszkodunk, szerintem jobb helyzetben vagyunk, mint az országban bármelyik más egyesület. Mi úgy készültünk erre a közgyűlésre, úgyhogy mi vagyunk az ünnepeltek, tehát magunkat kell jutalmazni, és mi szerettünk volna adni. Tehát mi hosszú hónapokat, ezt február óta toljuk magunk előtt, mi napra pontosan februárban szerettünk volna 30-at, de akkor közbeszólt a veszélyhelyzet. Nyáron nem tudtunk a nyári szabadságolások, nyaralás miatt, ugye akkor kicsit enyhült a helyzet, mindenki el tudott menni nyaralni, nem szerettük volna. És ez az őszi időpont, ez Túrós elnök úr történt egyeztetés után, ő jelölte meg ezt a napot, de itt is már kezdett rezegni a létsz, ugye az egyre több szigorítás miatt, de mi egész évben készültünk, mindig egy kicsit csináltunk, egy kicsi ajándék a csomagban, még egy kicsi, és a végén egy szépen megrakott szatyor lett, ami nagyon sok jelképes ajándékot adott, hiszen őnekik köszönhetően 30 éves, őnekik köszönhetően működik ilyen jól, tehát őket kell megjutalmazni. Bozsolik Róbert, a település polgármestere úgy fogalmazott, mindig minden körülmények között lehet számítani az egyesületre, és külön-külön a tagokra is.